Törvényszéki ügyfélcentrumok, tanácsot és információt kérhetnének az ügyfelek az új irodákban. Születés hete. Nyíregyházán születik a legtöbb gyermek az országban, évente több mint 3500. Átfogó ellenőrzés. Az M3-as megyei szakaszán minden járművet letereltek, ellenőriztek. Ügyfélcentrumokat alakítanának ki a nyíregyházi törvényszék épületeiben. Ezekben az irodákban kérhetnének tanácsot és információt az ügyfelek különböző peres ügyeikben. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Erről is beszélt a megyei özbírói értekezlet előtt Nyakó Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék elnöke. A tanácskozáson jelen volt az Országos Bírói Hivatal elnöke is. Andó Tünde azt mondta, a nyíregyházi az ország egyik legkiemelkedőbb törvényszéke. Itt az átlagosnál másfélszer több ügyet fejeztek be az elmúlt 10 hónapban. Amikor az első ütést ütöttem, ekkor már feküdt, majd a fejére mértem ütéseket. Bodnár Zsolt bíró olvasta fel a Ballaper vádlottjának vallomását március elején. Hasonló gyilkossági ügyeket a múlt évben is tárgyalt a nyíregyházi törvényszék. Összességében 2015-ben 87.107 ügy érkezett a megyei bíróságokra, 87.820-at fejeztek be, és 31.972 maradt folyamatban. Készült kimutatás arról is, hogy az egyes járásbíróságok hogyan dolgoztak a múlt évben. Az egyik legnagyobb feladat a Nyírbátorinak jutott a menekültábor miatt. Ott 23,8%-kal nőtt tavaly a befejezett ügyek száma. Emellett komoly az emelkedés a fehérgyarmati, a mátészalkai és a kisvárdai járásbíróságokon is a befejezett ügyek számában 2014-hez képest. Nyakó Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék elnöke azt mondta, gyorsítaná a munkát az is, ha a bíróságokon úgynevezett ügyfélcentrumot alakíthatnának ki. Hogy szeretnénk valamelyik épületünkben ügyfélcentrumot kialakítani, ami a bírósághoz való hozzáférést egyszerűsíteni mind az ügyfelek számára, mind pedig a belső ügyvitelt könnyíteni, hiszen jelenleg ügyfeleket azokban a kezelőirodákban fogadunk, ahol egyébként az ügyvitel, a belső ügyvitel, az iratkezelésnek a rögzítése történik. Ez a táblázat azt mutatja, hogy a múlt év márciusában elindított szolgáltató bíróság programban hogyan szerepelt a nyíregyházi törvényszék. A vizsgált 10 hónap alatt 313-ról 190-re csökkent a két éven túli peres ügyek száma. Ez azt jelenti, hogy 39,3%-kal csökkent a számuk. Az országos átlag 27%. Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke azt mondta, kiemelkedő munkát végzett a nyíregyházi testület. Ezzel a programmal és más intézkedésekkel pedig az a céljuk, hogy csak azok az ügyek kerüljenek a bíróság elé, amelyeket másképp nem lehet megoldani. Azt szeretnénk, hogyha a jog az sokkal elérhetőbb és érthető volna az emberek számára, hogy akár még mielőtt a bíróságra jönnek, azelőtt tisztában lennének azzal, hogy mi a kötelességük, és mihez van joguk. Azt gondolom, hogy a társadalmi békét, vagy a társadalmi felelősségvállalást így is meg kell tudnia jeleníteni a bíróságnak, azon túl, hogy a legfontosabb persze az, hogy az ítélkezés az minőségi és időszerű legyen. A tájékoztatón elhangzott, hogy nem csak mennyiségben, hanem minőségben is kiemelkedő a törvényszék munkája. Erre példa, hogy a hatályon kívül helyezett ítéletek országos átlaga 7%, ez a megyében 5%. Nyíregyházán születik a legtöbb gyermek az országban, évente több mint 3500. A születés hete alkalmából nyílt nappal várta a nyíregyházi Józsa András Oktató Kórház szülészeti osztálya a várandós anyukákat. A kismamák bemehettek a szülőszobára, megtekinthették a kórház felszereltségét, tájékozódhattak az alternatív lehetőségekről és a papás-mamás szülésről is. Kisfiú Attilának hívják, pénteken született 29-én, és 4250 g-mal 56 cm-rel. Ez az édesanya már kezében foghatja gyermekét, túl van a szülésen és az azt megelőző izgalmakon. A nyíregyházi Józsa András Oktató Kórházban komfortos körülmények között biztonságban szülhetnek az anyukák, és az első pillanattól a babával lehetnek. Az ország legnagyobb szülészete itt van a nyíregyházi kórházban. Itt évente több mint 3500 gyermek születik, hangzott el a születés hete alkalmából megrendezett nyílt napon. A rendezvény lehetőséget nyújtott a kis
szülésmamáknak, hogy bepillanthassanak a kórház szülészeti osztályának munkájába. Elsősorban letisztul, hogy mégis hová fogunk kerülni, mi vár ránk, úgymond a nagy napon. És fontos az, hogy tényleg betekintést nyerhessünk abba, hogy most hová fogunk kerülni, a félelmünket ezáltal ugye csökkenteni tudja. Meg hát ugye fontos az, hogy az orvos is, hogy mindenképpen milyen bizalmat alakítunk ki vele. A szülészeti osztály jól felszerelt, a dolgozók száma bár csökken, de el tudják látni az orvosi és ápolási feladatokat a részlegen. Az anyukák szeretnek a nyíregyházi kórházban szülni, évente 300-zal több szülést vezetnek le itt, mint máshol az országban, és a gondozott várandósok száma is emelkedik. Az itt lévő munka, ami szülészeket és szülésznőket is érinti, egy olyan színvonalon megy, ami korszerű, egyre inkább a szülésznők veszik át a teendőket a szülőszobán, és önálló terhesgondozás, illetve önálló szülésvezetést is végeznek. A kórházban az országban is egyedülálló módon 6 diplomás szülésznő egyedül orvos nélkül gondozza a kismamákat. Országos viszonylatban viszont probléma, hogy kevés a szakképzett szülésznő. Rendkívül alacsony a képzési arány. A főiskolákon átlagban 110 körüli szülésznő végez. Ebből sajnálatos módon 50 körüli azonnal elmegy, de nem biztos, hogy pont ő, de a főiskolai diplomások elmennek Nyugat-Európába munkát vállalni, mert ott ugye teljesen más jövedelem viszonyokkal és önálló kompetenciákkal dolgoznak, hiszen Európa konform a képzésünk. A születés hetét 2003-ban rendezték meg először. Az országos tájékoztató szakmai rendezvény célja, hogy a várandósok és családjaik minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak arról, hogy milyen választási lehetőségeik vannak a szülés módjának, helyének megválasztásában. A kismamák információkat kapnak a szülés utáni szoptatással, csecsemőgondozással kapcsolatosan is. Több millió forint értékű úgynevezett ventilációs készüléket adományozott a Bige Holding csoport a nyíregyházi József András Oktató Kórház izotóp diagnosztikai és terápiás osztályának. A tüdőembólia ma a harmadik leggyakoribb szívérrendszeri betegség Magyarországon, amely kezelés nélkül halálhoz vezet. A kórházban évente mintegy 450 beteget vizsgálnak, a diagnózis megerősítésében jelent nagy segítséget a készülék. Volt már egy hasonló készülékünk, az teljesen használhatatlanná vált, és nagyon fontos ez a készülék a tüdőembólia kivizsgálásában. A tüdőembólia egy nagyon súlyos betegség, aminek a korai diagnosztizálása és a korán elkezdett kezelése nagyon fontos a klinikus és a beteg számára is. Ehhez az szükséges, hogy meg tudjuk vizsgálni a beteg tüdejét egy kombinált vizsgálattal, a ventilációs és perfúziós tüdőszintigráfiával, és ezáltal tudjuk segíteni a klinikust a diagnózis felállításában. Átfogó ellenőrzést tartott ma a megyei rendőrfőkapitányság az M3-as Szabolcs megyei szakaszán. A Budapest felé tartókat leterelték az autópályáról, ellenőrizték a sofőröket, az utasokat és átvizsgálták a járműveket. Az akció célja a rendőrség tájékoztatása szerint a balesetek megelőzése, valamint az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények felderítése volt. Folyamatosan érkeznek az egyébként Budapest felé tartó autók a Kálmánházi pihenőhelyre. Az ellenőrzést senki nem kerülhett el kedden az M3-as Szabolcs megyei szakaszán. Ahogyan az a háta mögött is látszik, mindenkit leterelnek az M3-as autópályáról. A strádának ezen szakaszát egysávosra szűkítették, hogy mindenkit biztonságosan le tudjanak terelni a Kálmánházi pihenőhelyhez, ahol az ellenőrzések tartanak. Ott kívánok rendőrség közötti ellenőrzést, vezetőengedélyt, személyigazolványt, lakcímkártyát, forgalomengedélyt kérek ellenőrzésre. Az okmányok ellenőrzése csak egy része volt az akciónak, a rendőrök át is vizsgálták az autókat. Az M3-as autópálya a magyar úthálózat egyik fontos ütőere. Ukrajnán keresztül Kelet-Európa, Szlovákián keresztül pedig Észak-Európa országai felé teremt gyorsforgalmi közúti kapcsolatot. A megállított autók között ezért volt ukrán, román, szlovák, cseh, sőt olasz és osztrák rendszámú is. A rendőrök azonban fel vannak készülve a kommunikációra, a legfontosabb kifejezéseket több nyelven is tudják. Az átfogó vizsgálatot a kamionosok sem kerülhették el. A rendőrség az akcióba bevonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Nemzeti Közlekedési Hatóságot és a polgárőrséget is. Ma nem csak a sofőröket, utasaikat is ellenőrizték.
Az elsődleges célja természetesen a baleset megelőzés. Ugye a demonstratív rendőri ellenőrzéssel felhívjuk a figyelmet a baleset veszélyre, illetve a balesetek megelőzésére. Másodlagos célja a migrációs mélységi ellenőrzés, és szeretnénk az akció során kiszűrni a ittosan közlekedő járművezetőket. Az akció reggel 9 órától délután 16 óráig tartott. Az ellenőrzések eredményeiről holnap ad tájékoztatást a rendőrség. Különleges várostörténeti festmény látható újra Nyíregyházán. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Az NB2-es tabella második helyére lépett előre a Kisvárda Mastergood. Sós Imre együttese a legutóbbi fordulóban 4-0-ra győzött Dunaújvárosban, így feljutó pozícióban várhatja a vasárnapi Vác elleni mérkőzést. Szezonbeli utolsó hazai meccsén lép pályára a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese az NB1-ben maradásról döntő osztályozó első felvonásán 99-89-es vereséget szenvedett Budapesten, így Szavicséknek mindenképpen nyerniük kell a harmadik mérkőzés kiharcolásához. Ötven évig a Nyíregyházi József András Múzeum raktárában porosodott Zészalai Pál festőművész egyik alkotása. A 2,7x9 méteres festményt most újra láthatja a nagy érdemű Nyíregyházán, a Váci Mihály Kulturális Központban. Az alkotása a Rákóczi szabadságharc után elnéptelenedett város újra telepítésének főbb mozzanatait örökítette meg. Hosszú éveken át, 1965-től napjainkig a József András Múzeum raktárában állt Zészalai Pál 1930-ban készült festménye. A három vászonból összeállított alkotást az elmúlt két hónapban restaurálták, majd kedd délelőtt szállították vissza a fővárosból Nyíregyházára. A 2,7x9 méteres festményt a Váci Mihály Kulturális Központban állították fel. Sajnos, mivel hogy a festmény festékréteggel befelé volt feltekerve, így nagy mértékben meghullámosodott, számos kipergés, szakadás történt rajta az évek során. Nekünk ezeket kellett élbe ragasztani, kitömíteni, illetve kiretusálni. A festményen a város újratelepítésének főbb mozzanatait ábrázolta a művész. A mű középpontjában láthatjuk azt a pillanatot, amikor Petrikovics János csizmadia mester átveszi gróf Károlyi Ferenctől az alapító levelet. Az alkotás festészeti és történelmi értéke is kimagasló. Egyrészt egy történelemnek egy része, másrészt pedig tényleg akár ide is ülhetnek a művészeti iskolások, készíthetnek másolatot. Szerintem főleg a fiatalságnak nagyon fontos lenne, hogy a múltjukat megismerjék, és erre ez egy ragyogó példa, ez a festmény. Ez egy nagyon fontos része mozzanata Nyíregyházának. Ehhez hasonló város történeti pillanatot ábrázoló alkotás alig van hazánkban. Ismeretlen tetteseket keres a rendőrség, a lakosság segítségét kérik. A képen látható személy egy nyíregyházi belvárosi üzlet lezáratlan tároló szekrényéből lopott el egy táskát. Ez a két ismeretlen pedig a feltételezés szerint szintén lopott. Egy nő miközben fizetett egy nagyáruház pénztáránál, letette mobiltelefonját, azt lopták el. Amennyiben felismerik a rendőrség által keresett személyeket, hívják a nyíregyházi rendőrkapitányságot. Az NB2-es tabella második helyére lépett előre a Kisvárda Mastergood. Sós Imre együttese a legutóbbi fordulóban 4-0-ra győzött Dunaújvárosban, így feljutó pozícióban várhatja a vasárnapi Vác elleni mérkőzést. Mivel a csapatnak nincs NB1-es licensze, a várdaiak semmiképpen sem indulhatnak el ősszel az élvonalban. A Mezőkövesd elleni hazai döntetlen követően lépett pályára a kiesés ellen harcoló Dunaújváros otthonában a Kisvárda Mastergood. Az első fél órában kimaradtak a vendéghelyzetek, aztán a félidő hajrájában megtört a jég. A 39. percben Vári, a 44. Délceg, a 45. percben pedig erős talált a Dunaújvárosi kapuba, és ezzel el is gyúlt a mérkőzés. A második félidőre is maradt egy várdai gól, Nagy Róbert állította be a 4-0-as végeredményt. Sós Imre együttes a sorozatban 5. meccsét nyerte meg vendégként. Mi vagyunk az NB2-ben az egyetlen olyan csapat, aki idegenben még ebben a tavaszi szezonban nem szenvedett vereséget, hiszen az első két forduló ugye döntetlen lett, azóta viszont idegenben minden mérkőzést meg tudtunk nyerni. De hát ez igazából
annak is köszönhető, hogy a csapat erős. A forduló további eredményei: Sopron-Szolnok 0-0, Vác-Szeged 3-2, Budaörs-Ajka 0-0, Siófok-Sziget-Szent Miklós 1-0, Zalaegerszeg-Csákvár 0-3, Balmazújváros-Gyirmót 1-0 és Mezőköves-Soroksár 0-1. A tabella élén a Gyirmót áll 56 ponttal, megelőzve a 43 pontos Kisvárdát, valamint az egyaránt 42 pontos Zalaegerszeget, Mezőkövesdet és Balmazújvárost. Ha a Kisvárda megőrzi feljutást érő pozícióját, akkor sem indulhat el az NB1-ben, mivel a klub korábban nem kért élvonalbeli licencet. Délszeg Gergely szerint ez a tény nem befolyásolja majd a hátralévő meccseiket. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy játszunk, ahogy eddig. Ugye most a mai sportba lehozták azt, hogy nem tudunk feljutni az első osztályba, úgyhogy nyilván azért ez egy picit nem jött jó a csapatnak, szerettünk volna első osztályba játszani, de én azt mondom, hogy minden mérkőzés már csak presztízsből is meg szeretnénk nyerni, úgyhogy mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy minden előbb végezzünk a tabellán. A Magyar Kupa szombati döntője miatt valamennyi NB2-es csapat vasárnap lép majd pályára a következő fordulóban. A Kisvárda Masterút 15 órai kezdettel a Vácot fogadja a Várkerti pályán. Szezonbeli utolsó hazai meccsén lép pályára a Marsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese az NB1-ben maradásról döntő osztályozó első felvonásán 99-89-es vereséget szenvedett Budapesten, így Szavicséknak mindenképpen nyerniük kell a harmadik mérkőzés kiharcolásához. A találkozó szerdán 18 óra 30 perckor kezdődik a Bemiskola csarnokában. Nem úgy alakult Budapesten az osztályozó első meccse, ahogyan azt a nyíregyháziak szerették volna. A hazaiak már az első negyedben jelentős előnyt szereztek, és a folytatásban hiába zárkózott fel többször is a vendégcsapat, a MAPSZ végül 10 pontos győzelmet aratott, és előnyhöz jutott a két győzelemig tartó párharcban. Ez viszont azt jelenti, hogy a kékcápáknak szerdán mindenképpen nyerniük kell ahhoz, hogy életben maradjanak az NB1-es remények. Mindenki érzi a feszültséget, és alapvetően ez az, amit meg kell oldanunk. A budapesti mérkőzésen is úgy gondolom, hogy a legnagyobb problémánk a megilletődöttséggel volt, és remélem, hogy túljutunk most már ezen, és mindenki úgy fog küzdeni, ahogyan az elvárható. Ugye az utolsó esély olyan, mintha az életünkért küzdenénk, ezt várom el a játékosoktól, hogy megmutatják, hogy hogyan kell ezt megtenniük. A nyíregyháziak hazai pályán mind az alapszakaszban, mind a középszakaszban legyőzték a MAFC-ot. A szakmai igazgató bízik abban, hogy csapata ezúttal is felülmúlja majd a fővárosiakat. Úgy gondolom, hogy mi vagyunk a jobb csapat, de ezt meg is kell mutatni. A legfontosabb problémánk az a támadó lepattanók engedélyezése volt a MAFC részére. 17 támadó lepattanót szedtek, ezt nem szabad megengedni. Teljesen mindegy, hogyan védekezünk és milyen minőségben játszunk, ha ennyiszer tudnak újra támadni, akkor nincs esélyünk győzni. Ez csak figyelem kérdése és koncentráció, ezért fognám inkább a megilletődöttségre ezt a mutatót. Oda kell menni, ki kell zárni az embereket és össze kell szedni szépen a lepattanó labdákat. A Marsó-Nyíregyháza MAFC mérkőzés szerdán 18 óra 30-kor kezdődik a Bemiskola csarnokában. Amennyiben a kékcápák győznek, a mindent eldöntő harmadik találkozó szombaton lesz Budapesten. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Ügyfélcentrumokat alakítanának ki a nyíregyházi törvényszék épületeiben. Ezekben az irodákban kérhetnének tanácsot és információt az ügyfelek különböző peres ügyeikben. Erről is beszéltek a megyei összbírói értekezleten, ahol kiemelték, a nyíregyházi az ország egyik legkiemelkedőbb törvényszéke. Itt az átlagosnál másfélszer több ügyet fejeztek be az elmúlt 10 hónapban. Nyíregyházán születik a legtöbb gyermek az országban, évente több mint 3500. A születés hete alkalmából nyílt nappal várta a nyíregyházi Józsa András Oktató Kórház szülészeti osztálya a várandós anyukákat. A kismamák bemehettek a szülőszobára, megtekinthették a kórház felszereltségét, tájékozódhattak az alternatív lehetőségekről és a papás-mamás szülésről is. Átfogó ellenőrzést tartott ma a megyei rendőrfőkapitányság az M3-as Szabolcs megyei szakaszán. A Budapest felé tartókat leterelték az autópályáról, ellenőrizték a sofőröket, az utasokat és átvizsgálták a járműveket. Az akció célja a rendőrség tájékoztatása szerint a balesetek megelőzése, valamint az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények felderítése volt. A Kölcsei Televízió iradóját látták május 3-án kedden. Friss hírekkel természetesen szerda este is jelentkezünk. Műsorainkat és híreinket újra nézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Szerdán szeles, meleg időre számíthatunk. Kelet felől továbbra is enyhe, jobbára nedves levegő áramlik hazánk fölé. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor előfordulhat, sőt késő estig kis eséllyel zivatar is. A változó irányú szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Szerdán napközben gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, kevés napsütés valószínű. Eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutára 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és meleg fronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. Csütörtöktől több napsütés várható, de erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként záporok, zivatarok teszik változékonyabbá az időt. Az enyhe éjszakákat melegebb nappalok követik.